Szóval, srácok, most mi is először megnézzük, hogy konkrétan milyen az egész szoftveres része és ez a saját bírszer a gépen, és hogy bekapcsol-e. Ami nagyon fontos. Szóval, ezt a setupot patintottuk össze, ez itt a level van. Ahogy mondtuk, billentyű, egér, egy monitor és az internet. Semmi más nem kell hozzá dugnunk, és elméletileg működni fog. Please. Ó, akkor a tehát szek. Please. Eddig jó. Ott van. Szóval, ahogy mondtuk, ahogy kibontjuk a dobozból és összedugjuk, tulajdonképpen ezen a néhány beállításon kell túlessünk. Igen, magyar, everything is hungarski and budapesti. Tovább. Most alkalmazunk a beállításokat. Tudjuk, hogy mindenki tudja, hogy néz ki egy Windows setup, de próbáltunk minél egyszerűbben menni tovább. Itt kell beérnünk a széria számot, ami egyébként a mellékelt kis Windows-os cuccban benne lesz, itt találjátok meg, és hogyha esetleg valami saving részre van szükségetek, akkor ebben van egy telepítő lemez is. Ha bár az utcban nincs lemez meghajtó, azért gondoltuk, jó lesz. Szóval miután beírtuk a széria számot és elfogadtuk mind az összes feltételt, utána setup time. És be is lódott a rendszer. SCD hátteret választottunk nektek, illetve látjátok, hogy alapvetően fenn vannak ugye a megfelelő szoftverek, amikre szükségünk van, ahhoz, hogy ugye szinte azonnal elkezdjünk tulajdonképpen dolgozni vele. Itt ugye a Windows most egy jó darabig frissíteni fogja az összes drivert, ami éppen aktuális. Erre szükség van, hiszen így fogja ugye update-elni ugye a grafikus drivert hozzá, ami ugye alapból van a hálózati drivereket, az alaplapi drivereket, a hangkártya drivereket, illetve valószínűleg a legfrissebb Windowsra fogja frissíteni magát, hiszen nem telik el úgy nap, hogy ne érkezne frissítés. Ez mind-mind annak az előnye, hogy eredeti Windows van a gépen, így igazából tulajdonképpen csak várnunk kell arra, hogy minden pöcre működjön. Itt valószínűleg ugye az első nagy update csomag után kell egyet restartolnunk, de utána már minden kész, és tulajdonképpen látjátok, hogy azon kívül, hogy elneveztük a gépet és beírtuk a termékkulcsot, nem kell semmit csinálunk. És már be is loadolt a gépünk, ugye beállítva az optimális felbontást, és a többi, és a többi. A GeForce Experience egyébként alapból, ugye ez is külön kellene letölteni, de a mi buildünkben benne van, úgyhogy az is alapból leszed ugye a legfrissebb verziójú GeForce driver, amire szükségünk van, hogy egyből játszunk. Innen ez tulajdonképpen nem kell semmit csinálunk, csak belépünk a Steam Library-be is. Már nyomhatjuk is. Ha még a gémeket letöltjük a gépre, addig gyorsan elmondom, hogy miért is gondoltunk arra, hogy mindenféleképpen Windows-ra szeretnénk adni ezt a cuccot. Az egyik az, hogy alapvetően egy legyen a szó laptopról, vagy asztali gépről, nagyon sokat agyaltunk rajta, hogy az egész experience, mikor az ember megkapja a cuccot, és nem tudja egyből használni, sőt azt is tudjuk, hogy nagyon sok mindenkinek külső segítségre van ilyenkor szüksége, meg kell kérni az ismerőst, meg kell kérni a havert, az informatikust, hogy telepítsen Windows-t rá, ki tudja milyen forrásokból, nagyon-nagyon sok időbe telik ez az egész, míg megformáztuk ugye a dolgokat, innen-onnan megszerezzük, stb. Így viszont ugye azzal, hogy ugye eredeti Windows van hozzá, igazából tényleg csak bekapcsoljuk és már is lehet használni. De egyébként ennek még további előnyei is vannak, hiszen minden frissítést szinte azonnal megkapunk. Ugye ez folyamatosan szinte naponta, két naponta történnek ezek a frissítések, amik ugye nagyon-nagyon-nagyon sok biztonsági részt foltoznak be. Ami szintén egy előny, mert azt tudjuk, hogy vannak nagyon sokan, akik félnek attól, hogy esetleg támadások áldozatai lesznek, sok mindent lehet hallani mostanában. Annyit tudunk alapvetően a kalóz verziókról, mert tudjuk, hogy vannak, akik azzal élnek, hogy nagyon-nagyon sok backdoort hagynak ezeken a verziókon, szóval ezek sokkal veszélyesebbek, mint az eredeti verzió, úgyhogy ezzel is több lett igazából maga a gép. A másik nyilván egy olyan előny, amit a mi oldalunkra egyébként egyébként fontosnak tartok. Ugye nagyon sok olyan gém, ami mostanában Xbox One-ra megjelenik, az PC-re is elérhető, és ezek Windows Store only-k. Ez csak a Windows 10 áruházban érhető el, úgyhogy ezt is mindenféleképpen szerettük volna, hogyha el tudjátok érni majd benne, hogyha esetleg akár Recorral, akár Gears of Warral, akár Tomb Raiderrel szeretnétek játszani ezen a verzión, akkor innen azt is meg tudjátok egyből szerezni, nem kell azzal bajlódni, hogy nem tudtok egyszerűen föllépni az áruházra, mert problémás a dolog. Alapvetően egyébként a másik ok, ami szintén vezérelt minket abban, hogy muszáj így felszereljük ezt a gépet, az nem csak a könnyű használat, nem csak a biztonság, nem csak az, hogy ugye mindent elérünk vele, hanem egy bizonyos kényelmi funkciója is az eredeti Windowsnak, ami
hát az, hogy amikor játékokat próbálunk elindítani, vagy játékokat telepíteni, akkor nem kell folyamatosan azzal foglalkoznunk, hogy ugye melyik fajta WC-re disztelt, melyik keretprogramot, melyik .NET framework-et használja ugye a játék, amit innen-onnan be kell szereznünk, vagy éppen melyik DLL fájl hiányzik hozzá, ugye MSCR, VP100, stb. Hanem ugye ezeket a Windows automatikusan leszeri a háttérbe, észre vesszük és tudjuk használni. Szóval nekünk nagyon fontos volt az, hogy ti tőlünk olyan ajánlatkonfigot kapjatok, ami minden működik, és egy ajánlatkonfighoz manapság sajnos elengedhetetlen egy jó oprendszer. Jó oprendszer alatt azt értem, hogy egy olyan, aminek nem kell olyan fölösleges részeivel foglalkozni, amivel alapvetően nem kellene. És aki esetleg felé a PC felé hajlik majd, mert tetszik neki a konfigunk, szeretjük volna, ha az rendelkezik a legjobb körülményekkel, és jelenleg ez az. Természetesen nem elég az is srácok, ez az egész dolog, hogyha nem mutatnám meg, milyen csatlakoztatni mondjuk egy Oculus Rift-et ehhez a géphez, úgyhogy most nézzük is meg, milyen ez. Nagyon egyszerű. Kamera. Letesz. Most az egyszerűség kedvéért előre fogom bedugni, csak azért, hogy ne kelljen feltétlenül felállnom. Oculus kamera. Itt az applikáció. Oh! Immediate update, ami nagyon fontos. Itt csak ki kell választanunk a konfigurációnkat. Ugye nekünk nincs touchunk. Köszi, America Only. Nyomunk egy nextet. Itt írja, hogy mik vannak már most csatlakoztatva. A headset, itt természetesen muszáj hátra mennem, mert a HDMI csatlakozót azt be kell dugnunk a videókártyába, ami ugye összvisz ez a két kábel, a szenzort azt már bedugtam. Azt jelzi is a szoftver nekünk, hogy ez be van dugva. Közben már a Steam is eszmél, hogy igen, itt vagyunk. Nope, köszönjük, nem? Itt látjátok, ahogy szépen egyessével bedugdostam a dolgokat, gyönyörűen írja a headset HDMI, oké, headset USB, oké, szenzor USB, oké, next. Ez a program nyilván előtelepítve van, ez a saját buildünkben benne van. A remote-ot most nem fogjuk setupolni. Ó, kell még egy wireless controller nekünk. Ahogy berúgjuk hozzá a kontrollert, amit természetesen az Oculus dobozában van, tehát ez mindenkinek jár. Következő lépés. Get ready for pairing, ez nagyon fontos. Most pedig a firmware fogja update-elni az Oculus-on, mert először csatlakoztattuk. Innentől kezdve a headsetben kell folytatnunk a dolgokat. Itt látjátok a képernyőn is, hogy gyakorlatilag minden működik. Hát mit mondjak? Nagyjából ennyi az, hogy bedugjuk a Riftet és elkezdjük használni. És hogyha a pixel rókák és pixel delfinek a tóban, és pixel rénszarvasok és pixelnőrök társaságára vágyunk, akkor már kész is. Hm? Micsoda? Mit össze nem szövegel? Jó, ennyi nekem elég. Jesus man, ez még mindig rohadt magas. A legtöbb VR experience-szel egyébként kipróbáltuk a gépet Vive-on is, és Oculus VR-ban is, és egyébként egyik VR demóval sem volt semmi gond. Előfordult egy-két nagyon kraftas, mint például az Nvidia VR... VR Funhouse. VR Funhouse, biztos emlékeztek rá. Azzal ott nyilván az alsó beállításokat kellett használni, de azért, mert a médiumhoz is 1080 kell. De a legtöbb VR demó egyébként az égvilágon semmi gond nem volt, és még csak nagyon hangos sem lett a gép. Na most legalább megnézzük a Battlefield-et, és miközben Battlefield ezek egyébként végigmutatjuk nektek a benchmarkot, és nagyjából ezzel le fogjuk zárni a videót, srácok. Reméljük, hogy tetszett nektek. Kíváncsiak vagyunk, hogy fognak a dolgok. Most megpróbáljuk kicsit úgymond torture tesztelni a cuccot, olyan szinten, hogy megnézzük, hogy így 21.9-ben hogy tudjuk futtatni a VF1-et. Reméljük, jó lesz. Ahogy látjátok, srácok, igazából simán megbirkózik ezekkel a beállításokkal a játék. Nekem nagyon tetszik. Direkt azért nem raktunk rá hangot, hogy így nagyjából majdnem ugyanolyan távolságban, mint ahogy a fejem van, így halljátok, hogy ebben a gépházban mennyire lesz hangos egy ilyen megterhelő folyamatnál a játék. Szerintem teljes mértékig tűrhető és megfelelt a célnak.